Ez a Hír 18, a jásság híradója 18 településről 18 órakor. Elismerés. Ezt a plakettet kaptuk a tegnapi napon. Úgy gondoltuk, hogy ide helyezzük el, mert bárki, aki bejön a könyvtárba, azonnal látja, hogy minősített könyvtár vagyunk. Tisztelet és megbecsülés a szociális szférában dolgozóknak, főigazgatói dicséret az Apáti főnővérnek. 4-8 ezer méter fölötti hegycsúcs meghódítva, többek között erről is mesélt Klein Dávid. Köszöntöm nézőinket, ez a Hír 18, 18 településről 18 órától. Kedden vehette át az Emberi Erőforrások Minisztériumában a Jász kerület non-profit Kft. Jászberény városi könyvtára a minősített könyvtár címet. A kimagasló szakmai elismerés jelentősége abból is látszik, hogy az országban működő 1500 könyvtárból mindössze 15 intézménynek adatott meg ez az érdem ebben az esztendőben. Ez a jól eltalált grafika sem fejezi ki igazán, hogy milyen sokrétű munkát végez a Jászberényi Városi Könyvtár, pláne, hogy a legújabb fejlesztés a jászsági mesepont még nem is található rajta. Sem az a rendkívüli háttérmunka, ami jellemzi az itt dolgozó könyvtáros kollektívát. A Jász kerület kulturális és művészeti közhasznú non-profit Kft. Városi Könyvtár Jászberény. A díjat átveszi Kovács Péter könyvtárvezető. A kimagasló minőségű munka eredménye pedig egy olyan elismerés, mely 1500 hazai könyvtárból csak az 1%-nak adatik meg. Kedden vehette át az Emberi Erőforrások Minisztériumában a Jász kerület non-profit Kft. Jászberény Városi Könyvtára a minősített könyvtári címet. Ezt a plakettet kaptuk a tegnapi napon. Úgy gondoltuk, hogy ide helyezzük el, mert bárki, aki bejön a könyvtárba, azonnal látja, hogy minősített könyvtár vagyunk. Kovács Péter könyvtárvezetővel beszélgettünk arról, hogy a nem túl látványos háttérmunkával sikerült kiérdemelni ezt a jelentős minőségbiztosítási elismerést. Nem látványos példa, de fontos dolog az, hogy egy teljes leltát meg kellett csinálnunk, ami rengeteg selejtezéssel járt, így frissült az állományunk, megnéztük, hogy mely könyvek forognak, milyen gyorsasággal forognak, ami nem forog olyan gyorsan, azt kiemeltük. Folyamatos történet a könyvtárban az, hogy figyeljük, hogy mire van igény, ilyen beszerzéseket eszközölünk, partneri kapcsolatokat építünk ki. A kapcsolatépítésre remek példa volt az a keddi látogatás, melyet a szolnoki Versegi Ferenc könyvtár és lengyel barátaik tettek Jászberényben, annak érdekében, hogy tapasztalatot gyűjtsenek az itt található innovációból. Kifejezetten a népmesepont miatt jöttünk, hiszen Jászberény ebben is egyedülálló a megyében, csak itt van népmesepont, sőt most úgy néz ki, hogy könyvtárak közül is ő az egyetlen, ahol sikerült népmesepontot kialakítani, úgyhogy ez a szakmai szempontból is nagyon fontos, hiszen mi úgy gondoljuk könyvtárosok, hogy a mesének a könyvtárakban van a helye, és itt Jászberényben szerintem kiváló hely van. Ezért is gondoltuk, hogy ide hozzuk a lengyel vendégeket, hiszen ez egy olyan dolog, ami az országban is kuriózum, nemhogy ugye egy nemzetközi szinten. Amit mi itt tanultunk, az az, hogy hogyan lehet helyi identitást erősíteni, vagy elültetni a gyermekekben a mese által. Szerintünk ez adaptálható nálunk is. Számunkra, mint magyar barátainknál is, nagyon fontos az, hogy saját kultúránkat erősítsük és tanítsuk gyermekeinknek. A könyvtárosi kreativitás mellett a precíz munka és hivatás tudat együttállása hozta el a sikert a Jászberényi Könyvtárban. Itt látható néhány rendezvényi példa, hogy miért is volt eddig olyan komoly hírneve a Jász kerület könyvtárának. A példátlan háttér szakmaiság mellett a kultúra közvetítő és a közösségépítő hatás is példamutató. Mondhatjuk azt, hogy az ország 5 legjobb könyvtárában van a kategóriájában a Jászberényi Városi Könyvtár. Ez felelősséggel jár, mert ezt a minőséget, amit elértünk, ezt tartani kell. Ezt folyamatos fejlesztéseket és egyéb kihívásokat támaszta a könyvtárunk elő. Tudni kell, hogy a cím az 5 évre jár, 2018-tól 2022-ig, utána újra kell pályázni, de addig is bármikor ellenőrizhetnek, mind a minisztérium, mind a könyvtári intézet, mint legfőbb könyvtári szerv.
Idén is három méreti kategóriában 5-5 könyvtár kapott minősítés, melyet 5 évig viselhet, így a minőségi lécet folyamatosan fenn kell tartani, amihez már jelenleg is több cél megvalósításán dolgozik a kollektíva. Ilyen egy helyismereti adatbázis, ami jelenleg is készül, várható a Nemzeti Csillagászati Olimpia hazai csapatának felkészítése, előadások a jó helyi gyakorlatról és újabb jelentős szakmai konferenciák szervezése. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok megyei kirendeltsége ebben az évben Jászapátin a Fehér Akác idősek otthonában rendezte meg a szociális munkanapi ünnepségét. A jeles napon számos főigazgatói dicséretről szóló oklevelet nyújtott át Sőregi Katalin megbízott igazgató, köztük a jászapáti főnővérrel. Az esemény összefoglalója következik. A megye számos pontjáról érkeztek olyan személyek, akik sokszor a nap 24 órájában áldozatkészséggel, a legmagasabb szintű empátiával működnek együtt idős, beteg vagy sérült emberekkel. Az ő tiszteletükre parlamenti döntés alapján 2016 óta november 12-e a szociális munkanapja. Az utóbbi egy év kevésbé a változásokról szólt, sokkal inkább az együttműködésről, az összehangolódásról, a csapatmunkáról. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei megbízott igazgatója foglalta össze röviden, de sokat sejtetően az elmúlt egy évet a társadalmi szerepvállalás élenjáróinak. Ezek a projektek Jász-Nagykun-Szolnok megyében kiemelkedően jól működnek, eredményesek. Ez úgy valósulhatott meg, hogy a projektek munkatársai, az intézmények munkatársai és a kirendeltségi kollégák folyamatosan hálózatként működve egymást támogatva dolgoztak. Ez az egymásra figyelő és segítő attitűd meghatározó a projektek sikerében. Éves köszöntőjében úgy fogalmazott, az összefogás és a közösség varázslatos ereje kiemelkedő a szociális szférában dolgozó körében, mely előtt nem elég csupán évente egyszer főt hajtani. A szociális szférában dolgozók a munkaidejük jelentős részét emberekkel foglalkozva töltik, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy kihívás, hiszen ezek az emberek, akikkel ők foglalkoznak, gyakran betegek, gyakran sérültek, gyakran valamilyen hátránnyal küzdenek, és a velük való foglalkozás igazi kihívás. A város ifjú néptáncos tehetségei is ezúttal az ebben a lelket, szellemet próbára tevő ágazatban dolgozóknak járták a különféle táncokat a maguk ajándékaként. A település polgármestere is elismerő szavakkal szólt az ünnepeltekhez, majd a főigazgatói elismerő oklevelek átadása következett. Daroczini Farkas Ünnep 1997-től Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok megyei idősek otthona dolgozója. Rövid idő alatt bebizonyította, hogy ápolóként nagy szakmai felkészültséggel rendelkezik. Nagyon szereti szakmáját, ezért különösen fontosnak tartotta mindig a szakmai ismereteinek bővítését. Daróczyné Farkas Tünde meghatottan vette át az elismerést, két évtizedes embert próbáló hivatása nehézségeként pedig egyetlen dolgot jelölt meg. Rengeteg a várakozó. Nagyon sok ember várakozik arra, hogy bekerüljön egy-egy szociális intézménybe, és nagyon nehéz eldönteni, ha van egy üresedett helyünk, van egy férőhely üresedés, hogy ki legyen az, aki a leginkább rászorult. Nem csak a jászapáti főnővér, rajta kívül még számos szakmabeli vehetett át dicséretet a hozzátartozó méltatással a jászapáti Fehér Akác idősek otthonában. Hát nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés, és magának az intézménynek, a dolgozói közösségnek is nagy szeretettel készültünk erre az ünnepre, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy végre felfigyel erre a média is, a társadalom is, hogy a szociális munkásoknak is van egy napjuk, amikor ünnepelnek. A szociális munkanapi ünnepséget követően a hivatásbeliek szívüket megtöltve elismerő szavakkal, az idősek, a gyermekek, a hajléktalanok, a betegek szeretetteljes szolgálatában folytatják tovább mindennapjaikat.
Tömeges méhpusztulásról adtak hírt idén nyáron a hazai méhészek. Korábban tudósítottunk arról, hogy a jászsági méhészek megdöbbenve tapasztalták a napraforgó virágzása idején méh családjaik eltűnését. A rovarok pusztulásának okait azóta is kutatják. November 10-én szombaton a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Jászsági Méhész Egyesület közösen szervezett fórumot a Jászberényi Ifjúsági Házban, hogy az érintettek összegezzék tapasztalataikat. Lehetőleg a kérdések rövidek legyenek. Közös érdeke mindannyiunknak, hogy a szakemberek a lehető leggyorsabban kiderítsék a méhek elhullásának pontos okát. A virágokat beporzó rovarok nem csak a mezőgazdasági termelés sikerességét befolyásolják, hanem fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában is. Köszöntőjében erre a tényre hívta fel a figyelmet Molnár György, a Jászsági Méhész Egyesület elnöke a Jászberényben tartott méhészfórumon. És ha a méhek nem lesznek, akkor ugye van egy ilyen szlogán, hogy 4 év múlva kihal az emberiség. Ez lehet, hogy túlzás, de olyan következményekkel jár, ami lehet, hogy nem négy év múlva, de egy pár év múlva olyan visszafordíthatatlan következményekhez jutunk, ami egyszerűen tönkreteszi a világunkat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnök helyettese Kis János megnyitójában reményét fejezte ki, hogy a tanácskozással közelebb jutnak a méhpusztulás okainak felderítéséhez. Kiderült azonban, hogy ez rendkívül nehéz folyamat. Nagy valószínűséggel nem is egyetlen tényezőre vezethető vissza a méhek elhullása. A 2018 nyarán tapasztalt méhhullások rendkívül mértékűek voltak, erről számoltak be a méhészek. Azonban tudni kell, hogy ez nem egy magyar jelenség, ez nem egy tipikus hazai jelenség. Az egész világon tapasztalják a méh családoknak a csökkenését, eltűnését. Tehát ez egy globális probléma. A világon nagyon sok kiváló tudós dolgozik azon, hogy az okait megtalálja. Eddig átütő sikert még nem értek el. Jordán László hozzátette, hogy a NÉBIH szakemberei is megkezdték vizsgálataikat. Összesen 10 000 gazdálkodó 30 000 mezőgazdasági tábláján tekintik át az alkalmazott gazdálkodási folyamatokat. Nemzetközi kutatások eredményei szerint a virágokat beporzó rovarok eltűnése a világban elsősorban a vegyszerek hatásaira vezethető vissza. Idézte a tudósok tapasztalatait dr. Hegedűs Dénes, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnök helyettese. Környezeti vegyszerterhelés olyan mértékben változott, amit már a hasznos rovarok nehezen viselnek el. És ez az egésznek a lényege. Most lehet azon vitatkozni, hogy melyik gyártónak, melyik típusú szere. De ennek nincs értelme. Az élővilág megóvásához egyensúlyt kell teremteni az agrárgazdasági ágazatok között. A környezetvédelem nem lehet mellékes szempont. Ehhez szemléletváltásra van szükség. A témával bővebben foglalkozunk a Hír 18 után következő Nézőpont című háttérműsorunkban. Mert valahogy nem volt erre. Hogyan válhatnak valaki otthonává a hegyek? Többek között ezekről is mesélt az ismert hegymászó. Újabb bakancslistás izgalom. Jászberényben Klei Dávid az egyik legismertebb expedíciós sportember a hazai hegymászóirában. Már is jövünk a részletekkel, előtte rövid híreink következnek. Újabb fejlesztés a jászapáti Tölgyes termárfürdőben. Jászladány nagyközségi önkormányzat képviselőtestülete Jászladány közszolgálatért díjat adományozott. Rövid híreink következnek. Időszerű volt a több mint 15 éves régi elavult sátor cseréje a jászapáti Tölgyes strandis kempingben. Egy anyagában is egy megújult UV-álló kupolát légtartásos sátrat tudtunk felszerelni az önkormányzat támogatásával. Az önkormányzat beruházási támogatást adott a cégünknek, és egy 6,5 millió forint nettóból valósult meg. Megújult a folyosónak, ami az öltözővel köti össze a folyosónak a vasszerkezete is, úgyhogy örömmel fogjuk használni. A gépészetet az pár évvel ezelőtt, 2 évvel ezelőtt újítattuk föl, úgyhogy annak a cseréjére így nem volt szükség. A hőtartó kupola építése, használatba vétele a tervezett időpontban valósult meg. November 10-e óta már megújult légtartásos sátor alatt várja a fürdőzőket a tan és a gyógyvizes medence. Jászladány önkormányzata elismeréseket adott át a településen dolgozóknak a szociális munkanapja alkalmából. Munkájuk elismeréseként az önkormányzat nevében Bertalanné Drávusz Katalin polgármester vendéglátással egybekötött ünnepség keretében köszöntötte a Jászladányon szociális ágazatban dolgozókat.
2018-ban már 8. alkalommal tehet tanúbizonyságot Jászberény és a Jászság a példamutató önzetlenségről és a nemes segítő szándékról. A Csángó Mikulás szervezői és a Jászsági térségi televízió szerkesztősége idén is számít az adományozókra, akiknek szívből jövő felajánlásait 3 hét múlva december 6-án Szent Miklós napján adják át a több mint 300 gyimesi lurkónak. Idén a Mikulás csomagok mellé tanszereket és írószereket várnak a szervezők. A Csángó Mikulás gyűjtése nem csak arról szól, hogy van rászoruló, akinek adományt gyűjtünk, hanem arról, hogy magyar a magyarnak, Jász a Csángónak hogyan tudja kifejezni nemzeti szeretetét, hitét és ragaszkodását. Akkor pedig, ha gyermekekről van szó, talán még fontosabb a nemzeti összetartozást erősíteni. Így vezette fel Kocsán László főszervező az idei gyűjtést annak sajtótájékoztatóján. Számomra csodálatos volt az, ahogy a gyerekek, a családok fogadtak bennünket, és olyan boldogsággal vettek bennünket körül, és annyira örültek az adományoknak, hogy én mindenkit csak buzdítani szeretnék arra, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt. Ugye a 9. alkalom lesz most, és hogy ezt nem kéne abba hagyni. Mit jelent a gyermekek számára a Mikulás? Csokit, cukorkát, sóspálcát, diót és almát. Ugye emlékszünk még, hogy vártuk mi felnőttek is december 6-a reggelét. Micsoda öröm volt megpillantani, hogy az előző éjjel kifényesített kis csizmáinkat csomaggal töltötte meg a nagyszakállú. Nos, a gyimesi gyermekek is valahogy ugyanígy várják a puttonyost. Önök pedig abban segíthetnek, hogy ne érje őket csalódás, hogy az ő csizmájukba is kerüljön Mikulás csomag. Ha ön úgy dönt, tartós élelmiszert ajánl fel, hozzájárul egy-egy gyimesi család karácsonyi ételéhez, melyben a legfinomabb fűszer az önszeretete lesz. A szervezők a diákok iskolai ellátását segítő felajánlásokat is várnak. A jótékonysági célú finomságokat, élelmiszereket és írószereket a Jászsági térségi televízió szerkesztőségébe várjuk a Bercsényi út 5 szám alá december 1-jéig. Felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a Csángó Mikulás főszervezőjéhez, Kocsán Lászlóhoz. Jászberény alpolgármestere személyes élményei után mindenki csatlakozásra buzdított, mert az ott tapasztalt öröm látványa felejthetetlen. Fontos, hogy december 1-jéig fogadjuk felajánlásaikat és ajándékaikat, mert a Mikulás december 4-én indul az 1000 kilométerre élő gyimesi magyar gyerekekhez. A szerkesztőségünk előre is köszöni minden jó érzésű segítő Jászberényinek, hogy adományával hozzájárult a Csángó gyerekek szebb ünnepéhez. November 23-án este a Duna Televízió Fölszállott a Páva című műsorában ismét drukkolhatunk a Jászság Népi Együttes táncosainak sikeréért. Ahhoz, hogy a csoport újabb sikereket érhessen el, még az eddigieknél is nagyobb szükség van a nézők szavazataira. A néptáncosok továbbjutásához a 23-as kóddal szavazhatunk. Tegyük meg minél többen, a próbák már a célegyenesbe fordultak, bepillantottunk a kulisszák mögé. Célegyenesébe érkezett a Jászság Népi Együttes felkészülése. November 23-án este a Duna Televízió Fölszállott a Páva című műsorában láthatjuk ismét a berényi táncosokat. A döntők döntőjében a zsűri nem pontoz, a nézők szavazata segítheti a Népi Együttes továbbjutását. Nagyon-nagyon bízunk abba, hogy a Jászberény, a Jászság települései összefognak és segítenek minket abban, hogy az együttes 2012 után is tovább jusson a Felszállott a Páva vetélkedőbe, lehetőleg a döntőig. De most kis célokat fogalmazunk meg, ugye jövő héten 23-án pénteken fogunk élőben lenni este 19:30, és ott a 23-as kódot kell nagyon erősen, nagyon sokszor SMS-be, és applikáció formában is lehet ugye ezt továbbítani. Hát nagyon remélem, hogy nagyon sokan, és az élőadás alatt, tehát ahogy kezdődik az élőadás, már rögtön el kell kezdeni, és csak az idő alatt lehet majd szavazni. A próbák folyamatosan zajlanak, a lelkesedés egyre nagyobb. Mostanra már csak az utolsó simítások vannak hátra a televízió szereplésig.
Már abban a fázisban vagyunk, hogy még egy-két próba is az elődöntőre a csapat kész, tehát a koreográfiával. Természetesen még sok minden szokott ilyenkelni, a viseletek átnézése, tényleg az is minden szempontból, énekeknek az átnézése, minden szempontból olyan legyen, hogy tényleg teljes mértékben professzionális legyen az előadás. Úgyhogy még most hétvégén még erősen fog dolgozni az együttes, és egy jövő héten már szerda este Budapesten próbálunk, és csütörtök péntek pedig már televízióban van a csapat. Hogyan szavazhatnak nézőink? Mutatjuk részletesen. Klein Dávid az egyik legismertebb expedíciós sportember a hazai hegymászó érában, aki már 4-8000 méter fölötti hegycsúcsot mászott meg sikerrel. Kalandjai közben Dávid nem csak az otthon érzését fedezte fel a szabad ég alatt eltöltött napjaiban, hanem a szolidaritást is, mely jó ideje nagyon fontos szerepet tölt be életében. A hegymászó kedden este a Jászberényi Bakancs Lista programsorozat meghívására látogatott a Jász fővárosba, hogy meséljen kalandos életéről és expedícióiról. Örülök, hogy ilyen szép számmal kíváncsiak voltak ma esti előadónkra, Klein Dávid hegymászóra. A magyar expedíciós hegymászásban a 80-as esztendőben indult meg az érdeklődés a 8000-es hegycsúcsok meghódításával kapcsolatban. A 14 ilyen hegycsúcsból már csak kettő mászatlan a hazai hegymászó írában, a Sisapangma és a K2 a Himalájában. Azt érdemes hozzátennem, hogy még akkor is, amikor ilyen primadonna expedíció van, még akkor is egy csapatmunkáról beszélünk. Tehát amögött az egyetlen egyszer hegymászó mögött azért idehaza ott áll a kommunikációs szakember, a sportpszichológus, az edző, az egész ilyen támogatói kör. Klein Dávid a Bakancslista előadás sorozat vendége 13 évesen ismerkedett meg a hegymászással, és a következő években a hazai mászóiskolákon kívül a Tátrában és az Egyesült Államokban is tanult mászni. Magashegyi expedíciós karrierje 1998-ban kezdődött az első magyar hindús expedícióval. 2017-ig összesen 4-8000 méterrel magasabb hegycsúcs tetején állt, valamennyien kisegítő oxigén használata nélkül. Ezzel az oxigén nélküli mászók között jelenleg ő a legtöbb 8000-es csúccsal rendelkező élő magyar hegymászó. Ez egy nagyon lassú, kontemplatív, nyugodt várakozással teli valami. Tehát várunk az engedélyekre, aztán a jakkokra, aztán arra, hogy megolvadjon a lábasban a hó, mert folyadékot akarok előállítani, aztán arra, hogy elálljon a havazás. Kérdezik néha azt, hogy mi a legfontosabb tulajdonság az expedíciós hegymászónak, és persze nem árt, hogyha megesszük a spenótot, és hogyha erősek vagyunk, nem tudom, de ha nem tud valaki a fenekén nyomni hosszú ideig, akkor nem menjen expedíciós hegymászónak. Dávid kedden este egy konkrét az Annapurna csúcsra induló expedícióját mesélte részletesen a könyvtár kamaratermét zsúfolásig megtöltő érdeklődőknek. Minden expedíciót négy fázisra szoktunk felosztani, és az első fázis a megközelítés Budapesttől az alaptáborig, a második fázis a felépítés, erről mindjárt szólok bővebben, a harmadik fázis a csúcsmászás, néha ezt csúcstámadásnak mondják, én nem szeretem a csúcstámadást ezt a kifejezést használni, mert nem annyira megtámadni akarjuk ezt a szerencsétlen csúcsot, mint inkább, ha lehet, ha engedi, megmászni, és aztán az utolsó fázis a levonulás. A fordulatos, izgalmas és kalandos történetek mellett Dávid azt is elmondta szerkesztőségünknek, hogy számára a szabadság érzését adja az önkereső hegymászó lét, mely vegyült némi keleti spiritualitással és a szociális szolidaritással. Csináltam ezt az önismereti trippet, és egyszer csak észrevettem, hogy vannak körülöttem más emberek is. És mostanában ez is erősen foglalkoztat, hogy én úri jó kedvemben elmehetek fázni a Himalájába, de vannak olyan emberek, akik egyébként nem úri jó kedvükben fáznak, mondjuk azért, mert nem tudom, nincsen fedél a fejük fölött. És hogy ezzel is jó lenne foglalkozni, milyen jó lenne, hogy észrevennék egymást. Mi az Everest meghódításáról is kérdeztük Dávidot, ami nem csak egy nagy vágya, hanem sok-sok fájdalmas sebet és veszteséget is jelentett számára. Így elsőként az eddig kimaradt két 8000-es csúcsot szeretné elérni, majd ennek meghódításával szeretne felkészülni egy újabb Everest kalandra. Azonnal kezdődik a nézőpont, ahol Banka Csaba kollégám várja már önöket, már is mondja, milyen témával. Szervusz Kitti! Ahogy azt a 7.18-ban is hallhatták nézőink, ez alkalommal a hétvégén tartott méhészfórum apropóján beszélgetünk stúdió vendégeinkkel. Megvitatjuk, hogy vajon milyen tényezők vezettek az idén nyáron tapasztalt méhpusztuláshoz, a híradó után azonnal kezdünk. Köszönöm Csaba, érdeklődve várjuk, most pedig lássuk főbb híreinket még egyszer röviden. Elismerés. Ezt a plakettet kaptuk a tegnapi napon.
Úgy gondoltuk, hogy ide helyezzük el, mert bárki, aki bejön a könyvtárba, azonnal látja, hogy minősített könyvtár vagyunk. Tisztelet és megbecsülés a szociális szférában dolgozóknak, főigazgatói dicséret az apáti főnővérnek. 4-8 ezer méter fölötti hegycsúcs meghódítva, többek között erről is mesélt Klein Dávid. Ennyi volt mára a Hír 18, köszönöm megtisztelő figyelmüket! Új műsorainkat keressék internetes platformjainkon a jttv.hu-n, illetve Facebook és YouTube csatornáinkon. Minden jót, viszontlátásra! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.